Észak-Korea teljes körű támogatásáról biztosította Oroszországot az orosz-ukrán háborúban, közölte Kim Jong-un, miután Vlagyimir Putyinnal tárgyalt. Az orosz elnök fenyeni tárgyalásait feszülten figyeli a világ, mert a tervek szerint a jövőben még szorosabban működik együtt a két atomhatalom. A találkozót alig néhány nappal azután tartották, hogy a NATO főtitkára arról beszélt, a katonai szövetségeknek láthatóbbá kell tenni a nukleáris elrettentő arzenáját. Elemzők szerint a nukleáris fegyverek kölcsönös emlegetése a hidegháború legsötétebb éveit idézi. 24 év után látogatott kedden Fennyánba Vlagyimir Putyin, akit Kim Jong-un kézfogással és öleléssel köszöntött. Észak-Koreának van a világon az egyik legnagyobb létszámú hadserege, amellett, hogy atomhatalom is. Az orosz elnök támogatásáról biztosította Fennyánt az Egyesült Államok által kivetett szankciók ellen, illetve olyan kereskedelmi és biztonsági rendszerek kiépítésére tett ígéretet, amelyeket nem ellenőriz a nyugat. Az észak-koreai vezető teljes támogatást ígért Oroszországnak az ukrajnai háborúhoz. Kim Jong-un azt mondta, szorosabbra kell fűzni a két ország kapcsolatait, és mélyíteni kell a katonai együttműködésüket is. Amerikai források szerint Észak-Korea már ballisztikus rakéták tucatjaival és 11 000 konténer lőszerrel segítette Oroszország ukrajnai háborúját. Vlagyimir Putyin látogatása azt bizonyítja, hogy Oroszország olyan tekintélyelvű országokkal működik együtt, mint Észak-Korea, Irán és Kína. Ezt a NATO főtitkára mondta Washingtonban. Jens Stoltenberg kiemelte, következményei lesznek, ha Peking folytatja Oroszország támogatását. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy Kína nem folytathatja a normális kereskedelmi kapcsolatokat az európai országokkal, miközben a II. Világháború óta a legnagyobb háborút szítja és támogatja Európában. Tehát egy bizonyos ponton ennek következményei lesznek Kínára nézve, fogalmazott a NATO főtitkára. Az amerikai külügyminiszter szerint a Peking által adott támogatás tartja életben az orosz hadipart, mert a gépek 70, a mikroelektronikai eszközök 90%-át Kínából importálja Moszkva. Komoly aggodalmaink vannak Kínával kapcsolatban, nem a fegyverek szállítása tekintetében, hanem amiatt, hogy Oroszországnak szüksége van arra, hogy fenntartsa védelmi ipari bázisát, és hogy több tankot, több lőszert és rakétát gyártson magának. Igen, ezek az országok aggodalomra adnak okot, mondta Antony Blinken. Közben az orosz északi flotta nukleáris tengeralattjárói hadgyakorlatot tartottak a Barents-tengeren. A műveletben tengeri célpontokat támadtak a tengeralattjárókról indított rakétákkal. A NATO pedig tárgyalásokat folytat a tagországokkal olyan nukleáris rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg a tárolókban vannak. Erről Jens Stoltenberg beszélt egy lapinterjúban. A NATO főtitkára szerint a szövetség atomfegyvereinek láthatóságát elrettentő eszközként kell használni, és azt a NATO nukleáris stratégiájának sarokkövévé kell tenni. Jens Stoltenberg figyelmeztetett, Kína jelentős forrásokat fordít hadserege fejlesztésére, és a nukleáris tölteteinek száma 2030-ra elérheti az ezret. Mintha a 70-es évek hidegháborújához térnénk vissza. Élesedik a helyzet, a nukleáris fegyverek emlegetése a kölcsönös elrettentés irányába mutat. Erről az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt a Kossuth Rádióban. Horváth József szerint Jens Stoltenberg a Fehér Oroszországba telepített atomfegyverekre válaszul akarja láthatóvá tenni a NATO nukleáris arzenáját. Másrészt volt egy furcsa megjegyzése is, hogy nem csak az oroszokkal, hanem Kínával szemben is a NATO ezt az atom elrettentő erőt alkalmazni akarja, ami azért furcsa, mert eddig az Észak-Atlanti Szövetségről beszéltünk, amely Európára koncentrált és nem Dél-Kelet-Ázsiára. Horváth József kiemelte, aggodalomra ad okot az is, hogy a NATO nyíltan beszél az Ukrajna misszióról is, amiben a szövetség erősebb kontroll alatt tartaná a fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését.